Igen, a hatalom maga is eredendő célkitűzése szerint a magyart ki akarja írtani, leradírozni a történelem színpadáról. Mindazt, amit magyarként meg akar hagyni, az legfeljebb kiszolgáló személyzet, de az már nem is lehet magyarság. Mert a magyart pontosan ez különböztette meg minden más néptől. Itt is vissza tudok utalni Schneider Tamás szavaira. A függetlenségi küzdelmeink, szabadságharcaink, forradalmaink egyértelműsítették azt, a magyar soha nem volt senkinek sem a szolgája. Kényszerűségből sok mindent elfogadhatott, de lelke legmélyén mindig szabad maradt, mert meg tudta különböztetni a külső kényszer a belső szabadságtól, és akkor, amikor lehetősége adódott, akkor igenis élt a lehetőséggel. Akkor igenis megpróbálta a lehetetlen, ahogyan az 56-osok is megpróbálták ezt. Ma pedig többen azt mondják, kár a gőzért, nincs esélyünk rá. Hányan mondták ezt az európai parlamenti választások előtt is? Sőt, mi több? A legnagyobb ellenzéki párt fővezére mondta azt, hogy aki reánk szavaz, az a hazája érdeke ellen szavaz. És mondta az összes többi is, vele együtt, a pártjához és szellemtelen holdudvarához tartozók közül. Ma pedig már ott tartanak, miután nem sikerült a propagandát igazán eredményessé tenni, és a Jobbik, Istennek legyen hála, megmutatta, hogy nem halt meg még a magyar a magyarban, hogy még kollektív tudatalatti, tudattalan szféránkból felszínre hozható a média agymosó diktatúrája közepette is annyi tudatosság, ami az igazi kibontakodás jövendő, a magyar nemzeti önrendelkezés egy valódi magyar köztársasági alkotmányos értékrend, egy igazi népképviseleti demokrácia megteremtése felé mutat, mint hogyha nem is történt volna semmi, lefeljebb annyiban vesznek erről tudomást, hogy közlik két szélsőség van, MSZP és a Jobbik. A kormány oldal törvényen felüláll, a nemzeti radikális oldal pedig törvényen kívül, mondja Orbán Viktor cserepes ajkain. Hogy jön ő ahhoz? Milyen erkölcsi alapon, hogy a kategorikusan ateista állampárti diktatúra utód pártjának a átkos kommunista rendszert is felülmúló, népnyúzó, ország áruló, pusztító, aljas, mafiózó tagjait és siser a hadát összehasonlítsa azokkal, akik a küzdelemnek a oroszlán részét vállalták eddig is, az ódiumát, a hátratételt, az egzisztenciális kockázatot, akik minden jelzőt megkaptak, ahogyan az 56-osok is megkapták, hogy Egerő eltársul 1956. október 23-a éjszakáján. És kapjuk természetesen azóta is. És akkor az ellenzéki párt vezetője, aki csapatával együtt érdemi kardinális vonatkozásokban semmilyen jobbító lépést nem tudott tenni, mert nem tudott tenni, mert egyre mélyebbre süllyedt a magyar, egyre kiszolgáltatottabb lett, és a jó szándék az kevés, mert a hétköznapi mondás is vallja, hogy a pokol belé vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Hogy is van ez? Hogy ő egy mondaton belül egy nevezőre hoz bennünket. Törvények kívül ilyet lennénk. A kormány oldal törvények felett áll, ő meg a törvényesség őre. Itt a bevezető szavakban is nagyon lényeges utalás történt arra, hogy mi történt az 1956-os forradalom és szabadságharc 50 éves évfordulóján. Döbbenetes. Könnyű úgy törvényen belül állni, hogy a fővezér elmondja a beszédét, a nagy szekta hívők nézik, bámulják, a média diktatúra végtermékeiként sajnos, mert én is ott álltam az Asztóriánál, a Deák tér felüli résznél. A Fidesz hívek alig hallhatták vezetőjüket.
látni is alig láthattál, csak kancsalítva, és hallgattál, hogy mögöttük már mi folyik a tüntetőkkel, hogyan lődözi őket a rendőrség gumilövedékekkel, könnygázzal, vízágyúval, hozták a sebesülteket oda, és azt állították, hogy ezek mind provokátorok. Hátra sem akartak nézni. De később ezek közül nagyon sokan ugyanúgy áldozataivá váltak a rendőrterrornak, mert a nagy fővezér, mint aki nem áll törvények felett, és törvényen kívül beült a páncélozott autójába, és elhúzott szépen melegebb égtájakra, ki tudja hova, biztonságos helyre, és ott hagyta cserben nem először azokat, akik rajongva tekintettek rá. Hál' Istennek egyre kevesebben. Mert persze, nagyon fontos, testvéreim, ha lehetséges, a másik emberben a jó szándékot feltételezni. Nagyon fontos, hogy elhiggyük, ha valaki értünk szól, azt nem színből, hanem szívből teszi. Sőt, én hozzátenném, Pál apostol szerint az evangélium hirdetése kapcsán, márpedig ez még inkább érvényes a világi életben kimondott igazságokra, ha az örökkévaló igazság kapcsán is így vallja az apostol, akár színből, akár szívből, csak az evangélium hirdettessék. Annak is van haszna, hogyha valaki színből képvisel nemzeti keresztény értékeket. De nagyon kell ezzel is vigyáznunk, mert ma a magyarság annyira mélyen benszülötti sorsban van, annyira mélyre van taszítva ebben az állapotban, hogy itt a színből való megnyilvánulások döntően csak arra való, hogy féken tartsák a népet, egyházi részről is a vallás, a lenini egyház kritika alapján sajnos, azt szinte beteljesítve a népek ópiumaként működik, és hirdeti ugye a hit gyülekezete fő profétája is óriás plakátokon, reményre nagyobb szükség van, mint valaha. Csak hát nem a népek ópiumaként, amely féken tartja a népet, hanem az élő reménységre van szükség. Ami nem csak az örökkévaló reményt üzeni, hogy majd Isten országában minden szép lesz, minden jó lesz, minden tökéletes lesz, mert akkor ténylegesen a örökkévalóság, a menny, a való világ kellő világát történő megkettőzése lenne. Nem bírjuk elviselni a jelen, meneküljünk egy olyan jövőbe, ami már nem is ez a világhoz kötődik. Na nem. Nem erről szól a keresztény hitigasság, és nem erről szól annak ezen világi életterületén történő megvalósulása sem. És Németh László mondta a színből, szívből való azonosulás kapcsán a Szent Isváni befogadó államról, mint történelem hamisító líráról, hogy szeretnék mi ma olyan tiszta helyzetet, mint Szent István többnyelvű államában volt, ahol a többségben a hazafiság jelszava alatt nem hazudhatta át magát a kisebbségét. Hol vagyunk ma már attól, hogy a hazafiság jelszava alatt hazudja át magát a kisebbség a többségbe? Ma a kisebbség így gyalázza a többséget. Hazaáruló módon nyíltan demonstratíve deklarálva. Megteti ezt büntetlenül. Ha ellene szólsz, akkor megpróbálnak ellehetetleníteni. És persze megértem a vállalkozókat, megértem a bérből és fizetésből élőket, és különösképpen megértem a munkanélkülieket. Mindenkit megérte, hogy miért éppen nem most, nem így ebben a formában meri vállalni azt, hogy egyetért velünk. De vigyázzunk, testvéreim, vigyázzunk. Ez egzisztenciális kockázatvállalás nélkül nem megy. Ne akarjunk félig élő módon, tessék, lássék alapon változtatni, mert olyan is lesz. Isten teljes szívet kíván, teljes lelket, teljes elmét, teljes erőt. Hát hogyan mondhatod te azt, hogy csak félig csinálod? Nem rólad van szó, dehogy nem. De nem csak rólad van szó, valóban. A fele barátról, a családról, a kisebb és nagyobb